Ezt figyeld, eredeti játékok letöltése refplay.hu/olcsójáték. Egy újabb refplay videó. Lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Rock and roll. Sziasztok, refplay vagyok, és ez egy újabb tech tippek. Pontosan. Sokan kérdeztétek, hogy milyen kamerát javaslok, és nekem egy jó kis kamerára jutott a választás. Ami megtartja az árát, jó, és jó lehet vele videózni, meg fotózni. Na, mi ez a kamera? Ez, kérlek szépen, egy Nikon D3200-as. Igen, fordítva fogjátok látni, nem érdekel. Jól van. A Nikon D3200-as 18-55-ös hobbival. Ez egy alapfelszerelés, például így lehet rendelni. Hú, de poros lettél. Szóval így néz ki a szépség. Igen. Miért jó, hogy DSLR kamera videózása? Nagyobb, nehezebben lehet cipelni? Hát, ja, meg szép képet vesz fel. Azért ezt a tükörreflexes DSLR képet mutatom be, hisz értéktartó, szóval még így 2-3 év után is 130-ért lehet venni, hogy jó áron, vagy használtan 100-ért. Hát igen, láttam olyat, hogy 300 000 expóval 120-ért akart adni valaki. Ennyiben meg csak 8000 van. Videózásra jó. Keresgéltem a régi felvételeket, amikor így autókat felvettem, így Ford Mustang, Ferrari, stb. Nem találtam, pedig tök jó volt, szép napsütéses időben. Nagyon szép videót csinál, sőt, fotó tekintetében is. Nagyon sok modellfotót ezzel csináltam például. De jó, ajánlani tudom. A kibontása annyi, hogy így, és utána itt van egy Nikon. Itt van egy magyar használati útmutató, megint egy Nikon manuál, megint egy CD, azt se tudjátok, mi az, hogy CD. Aztán ebbe található az obi, a gép, a váz, meg hasonlók. De ez most nem kell nekünk, mert nekem ki van bontva. Miért van nekem zacskóba? Mert vízmentes így, legalább. Van benne egy csatlakozónk, amivel a tévéhez is tudod dugni, látjátok, és itt van a vége, ezt a Nikonba kell belerakni. Akkor ezek mellett van benne egy USB, spéci USB, és egy takaró. Valami szemkagyló takaró. A gépet megmutatom, a gép az itt van, így néz ki. Alul ugye látunk egy csavar csatlakozást, ez mindig kell. Alap. Ez nagyon fontos. Szóval, hogyha vesztek egy gépet, nézzétek meg, jó-e? Nincs elkopva. Legfontosabb, különben kidobhatod a vázat. Szóval, ez az objektív. Itt van autót, ami manuális, ez is van benne, igen. Így nem lehet. Így már állíthatod. Na most nem egy gyors talpaló tanfolyamot akarok tartani, de hogyha vesztek egy ilyet, azonnal. Nekem van, látjátok? Jó, pont nem látjátok, basszus. De van rajta egy ilyen ütésálló kijelzővédő. A kijelzője nem kiforgatható, viszont van rajta ugye mikrofoncsatlakozó, jackes, akkor AV out és HDMI meg GPS csatlakozás. Nem GPS, hanem GPS csatlakozás. Mutatom. Itt van. Ez azt jelenti, hogyha ide raksz egy mikrofont, például ezt, akkor ugyanúgy tudsz vele hasítani, és hozzá tudod csatlakoztatni. Ott ajánlod a minimumra állítani az érzékenységet. Akkor ezek mellett ugye szokásos Nikon menü. Na, mikor fog fókuszálni a kicsike? És, ami nálam nagyon fontos, vakupapucs. Mert a vakupapucs az egy nagyon fontos dolog. Igen. Az nélkül köbben nem ér semmi. Na, ezeken belül van manuális, automata, stb. Mód, én legtöbbet manuálisba szoktam használni, beletájtam az ISO értéket. Automatán az a fura, hogy akár lemegy mínusz, szóval lemegy akár 50-es ISO-ig is. Ahogy mondtam, autofókusz és manuális fókusszal rendelkezik a gép. AF segédmód van, beépített vakú, ugyanúgy van. Pixelek száma 24,2 megapixel. Ezek mellett ugye felvételi tulajdonságok, képek, reformátum,
maximális képfelbontás 6016x4000 pixel. Sorozatfelvétel van, maximum felbontásnál 4 kép per másodperc, fehér egyensúlyállítás van, manuálisan tudod állítani, és ezek mellett beállított fehér egyensúly opciók is vannak. Automatikus és programozható fényképezési módok. A videó része, a videófelvétel van, videóformátum H.264 és MPEG-4. Igen, szóval a YouTube-ot is támogatja ugyanúgy. Önkioldó is van. A támogatott memóriák az ugye SDHC, ami ajánlott 45 MB minimum perszek, USB kimenet, AV kimenet, HDMI kimenet, minden van benne. A súly pedig hát egy olyan fél kilóra tippelek, ezek mellett ugye van Matrix, pontos mérés, és lehet hozzá külön távirányítót vásárolni. Jó kis szépség, én is használom, és tényleg ajánlom tudom mindenkinek. Full HD videókat tudnak csinálni 30 FPS-sel, vagy 29-sel, de 30 FPS-sel is ugyanúgy. Képek területén nagyon szépen fotózik, akkor nem csak videósoknak ajánlom, de akár családoknak, kezdő fotósoknak, mondjuk aki suliba járnak, vagy ezek profi fotókat is lehet csinálni, könyörgöm, annyira jó. Árkategóriáját nézve, hát 100 körül van, vagy fölötte, most 2016-ban is, de nagyon megéri, mert tartja az árát. Oké, szóval ez volt a RefPlay Tech Tippek része. Ez egy Nikon D3200-as volt. Gondoltam, röviden elmondom, jó vagy nem jó? És igen, jó, ezt ajánlom, ezt tudom ajánlani. Legyetek jók, legyetek szobatiszták. Rock and roll, RefPlay voltam, Alias Arkti Roland, és a következő részben szerintem egy akciókamerával jövök. Vagy valami hasonló. Már van is egy ötletem. Iratkozzatok fel, ha miután feliratkoztatok, nyomjátok meg a kis csengőt, ezek már csatlakozzatok a lenti linkekhez, akár van ott Facebook csoport, Facebook oldal, Twitter oldal, Instagram, minden egyéb, mindenhol RefPlay vagyok, megtaláltok, és a lenti leírásban vannak hivatalos linkek. Úgy tudjátok, hogy refplay.hu/Instagram, vagy refplay.hu/Facebook, refplay.hu/Twitter, refplay.hu/... meg minden egyéb ilyen. Szóval a refplay.hu benne van, akkor a hivatalos oldalra visz. Rendben? Legyetek jók! Sziasztok! Lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel! Rock and roll!